Második évem, és nagyon szeretem ezt a helyet. Hát azért is, mert tanulhatom azt, amit szeretek, zenélhetek, és mert hogy olyan emberektől tanulhatok, akik világszintű tudásra rendelkeznek. Gitározom, és Schneeberger Ferenc a tanár, aki, hát, nagyon jó tanár, szeretek hozzájárni. Örülök, hogy itt lehetek, nagyon. Sziasztok, Babák Krisztián vagyok, Szlovákiából érkeztem, egy kis faluskából, Bolgáromból. Én igazából szegény családból jövök. Apukám ő eladó, és anyumat most vették fel, igazából egy úgy jó fél éve lassan dolgozni. Tőlünk nem messze úgy 3 kilométer, 2 kilométerre, 3 kilométerre. De apumat őt nem tanították, mert nem tudom, nagyapám nem akarta, hogy zenész legyen. És apum akkor is gitározott, tanulgatott a barátjaitól, vagy minden honnan tudott, összeszedett. És így maga nekialakított egy saját stílus, és így bekerült zenekárba, és ott muzsikált. 7 évet játszottak zenekárba, 7 évet, igen. És én igazából én olyan 5 éves lehettem, így mondom, amikor először hallottam, mi ez a zene. Tényleg, amikor meghallottam a zenekárban, hogy muzsikalapom láttam, ott én is olyan szerettem volna lenni akkor, abban a percben, mint ő, én is szerettem volna velük játszani. Hát eleinte én nagyon szerettem volna gitáros lenni, mivel apumi zenész igen gitáros, és ők játszottak mindig zenekárban. Zenekarba játszott apum, és nekem nagyon tetszett mindig a gitár eleinte. De aztán nem tudom, hogy kaptam egy zongorát apumtól, egyszerűen hozott nekem. Úgy 6 éves lehettem, akkor hozott nekem az első zongorám, az Casio volt, szinti, és
Azon kezdtem el tanulni, de két billentyű azon is hiányzott, még emlékszek rá. Azon kezdtem el tanulni, de asztalra van 4 évre vettünk Casiót, de ma a nagyobbat. Ma, szóval 7,5 oktávosat. Nem 5,5, hanem 7,5, amíg ma tudtam játszani a kottákat is. Mert eleinte nehéz volt nekem az 5,5 oktávosan játszani a kottákat, és így kaptam egy nagyobb zongorát. Kassan tanulok, mint első éves, most kezdtem ezt a konzit. Igazából klasszikus tanulok abban a suliban, és itt tanulok jazz-t. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon szeretnék visszajönni. Eleinte nekem itt a táborban, vagyis nem volt nehéz beilleszkedni, mivel ismertem a Danyi Csabát, a Botos Bélaékat, azokat nem a szlovákokat, de aztán megismerkedtem velük mindjárt az első nap, és befogadtak. Úgy első nap mindjárt beilleszkedtem a többiekhez, nekem nem volt könnyű ez, mivel én barátságos vagyok. Igazából ide jobban szeretek járni, sokkal jobban szeretek járni, mivel olyan tanároktól tanulhatok, mint például a Rozsnyi Péter művész úr, és sokra megtanítanak itt teljesen más a elmélet, az elmélet is, mint nálunk Szlovákiában. Ezért, amit itt megtanulok, otthon mindenből előnyben vagyok. Szeretnék zenész lenni, igen. Szeretnék én is gyerekeket tanítani, később majd átadni a zene szeretetét, és megtanítani őket a jó dolgokra. Várta Boglárka, ének. Fehér Martin, ének plusz gitár. Pázvand József, gitár. Ádám István, gitár. Páter Zoltán, gitár. Danyi Diana, ének. Donyi Bertalan, gitár. Fehér Elemmel, klarinét. Szabó Gabriella, ének. Balázsti Gergő, fagott. Sándor Norbert, klarinét. Cservon Ádám, basszus gitár. Rász László, gitár. Nagy Gergely, ütő hangszerek. Farkas Ötre, jazzó. Balázsti Zsófi, fubola. Balázsti Máté, gitár. Kuporka Lajos, gitár. Csemer Krisztián, jazz, gitár, jazz szaxofon. Szajko Adrián és Nagy Bőrbe játszott rá. És Alexandra vagyok is hegedű. Csík Nádia, basszus gitár ének. Babá Krisztián, zongora. Madászi Vivian, hegedű. Beri Áron, gitár. Lapetos Vili, gitár. Fazekas Bence, zongora, hegedű. Horváth Balázs, jazz zongora. Barbaris Csanád, zongora. Bogdán Norbert vagyok, és klarinétozok. Dali Norbert, jazz bőke. Radics Máté, dobb. Lakatos Imre, gitár. Káté Zsolt, gitáros vagyok. Danyi Csaba, gitár és hegedű. Botos Renato, hegedű. Botos Béla vagyok, trajta. Szomora Krisztofer, klarinét. Ágyi Nikolát, zongora. Guri Jánci, hegedű. Teru Erik, jazz dob. Piller Márton, jazz dob.